3-10 lesz, pontosan 7 perc múlva Hello mindenkinek. Hello Feri, hello Jani! Drága itt vagyunk és folytatjuk, hoppá, kicsit elforog. Szóval, hogy még tartozunk ugye egy játékkal, és aztán jönnek a nap legjobb pillanatai. Akkor mi áll a fejedben, amikor így tudod, hogy másnap reggel újra elkezded, de most már nem ott, ahol eddig nagyon sok évig dolgoztál, most egy másik helyszínen vagy, erre készülsz valahogy, vagy valahogy erre? Hát, az ember készül, de azért az a fajta rutin, ami azért így az évek alatt felhalmozódik, az úgy viszi az embert előre. Tehát úgy nagyon nem kell készülni, mert tudtuk, hogy még azért nagyon sok témával nem fogunk foglalkozni, úgyhogy ez van még csak inkább egy ilyen kis körbeszimatolás, vagy megszokás volt, semmint valódi reggeli műsorkészítés. Ez egy ilyen klasszikás. És ennek vannak valami jellegzetességei? Tehát, hogy érted ezt? Nagyon sok SMS-t olvasol be, még szokod a stúdiót, még nagyon behozod azt, ami kívül történik, mesélsz arról, hogy milyen a stúdió. Aztán ez nyilván beáll, megszokjuk, és akkor utána már nyilván a hallgatóké a főszerep és a témánként természetesen. Nyilván azért így a körbeszimatolás fázisa zajlott, és szoktuk, a Rádió Egyet, a Rádió Egy is szokott bennünket, úgyhogy kevesebb témánk volt, viszont sok minden történt azért ennek ellenére ma reggel. Túl vagytok az első Rádió Egyes reggelen, sikerült felkelni, működött minden? Én nekem sose volt gond, talán a klassz végén éreztem, de akkor ott a körülmények miatt, hogy nem olyan szívesen kelek. Ami viszont sose fordult elő velem, mint most 2 óra 15-kor kinyitottam a szememet hajnalban, és ránéztem az órámra, hogy a Ferko ez kicsit korán lesz, úgyhogy még visszaaludtam, de megébredtem egy kicsit. Ja. Hallottam, hogy meg kellett tízszerezni az online szerben, hogy hallgassanak titeket. Igen, itt azt hiszem, hogy még így nem voltak arra felkészülve a srácok, amilyen tömeget mi osszunk magunkkal, úgyhogy most sokan azon dolgoznak, hogy itt az a szerver, ami eddig elbírt 5000-et, az most elbírja 50000-et. Mi a véleményed így az első reggel után? Nagyjából ezt várta. Azért ettől függetlenül ez egy kemény menet volt. Ugye amikor volt ez a sajtótájékoztatótok, egyből utána az MTV-el kiadott egy nagyon kellemes hangú közleményt rólatok. Mi erről a véleményetek? Hogy gondolkodtok? Az, hogy őket minősíti, szerintem ez a dolog. Leginkább mi nyilván a magunk szurkapiszka módján őket megszólítottuk néhányszor. Azt is gondolom, hogy volt rá okunk, és hogy nem csak mi vettük észre azt, amit észre lehetett venni, hanem egy ország vette ezeket észre. De ez a fajta kiabálás és bennünket színvonaltalannak nevezni, nyilván nem hallgatják ezt a műsort, van mit hallgatniuk, a sajátjukat, ott a hiba jegyzetek nyilván ők maguk is szépen föl veszik ebben a dologban, szoktunk mi is komoly témákról is beszélni, egy kicsit talán más megvilágításban, mint ők. Igazából nem tudsz erre mit reagálni, hát ha így mindenki kiabáljon. Tegye már meg vicces, hogy így velünk párhuzamosan nem állítgatod a füleseinket, jó? Azért megsüketülök. Tehát az van, hogy te mindig tolsz valamin, mi beállítunk magunk egy hangerőt, és utána pedig szétrobban az agyunk. Már az a kis pici kis számú borsó is. Jó, akkor leállok a nyomkodással, de olyan szép színűsek. Tehát mondjuk nem bírtátok ki, hogy a konkurenciába kicsit ne rúgjatok bele, azért felírtatok itt mindenkit, aki reggel van. Hát igen, de szerintem nem feltétlenül így, hogy ez belerugás, ez egy ilyen hülye magyar mentalitás részülik, hogy gondoljunk is belünk. Körbe csörögtük, persze, fölhívtuk a klassz, csak ott kiderült, hogy nem élőben mennek ma, kíváncsiak lettünk volna, fölhívtuk a Csabiékat, de fogunk még telefonálni. De hát voltak ugyanúgy Rogános, meg Endis poénok, vagy nem tudom, tehát hogy ha valaki attól fél, hogy ez a műsor más lesz, az ma már hallhatta, hogy igazából ugyanúgy röhögünk mindenén, és mindenki ugyanúgy foglalkozunk közélettel, szóba jött az úszóvédé, az elcseszett kabala figurák, szóval, hogy ez a műsor tényleg ugyanolyan lesz, mint amilyen volt, senkinek semmitől nem kell félni. Hányszor mondtad ki majdnem, hogy morning show? Én egyszer se. Vagy igen? Már nem tudom. Nem, nyilván 7 évig mondasz valamit naponta többször, akkor azt nehéz átállítani reggeli sóra. Majd meglátjuk, reméljük, hogy vissza sikerül szerezni a nevet. Tudtok valamit erről, hogy jelen ez a folyamat jelenleg? Nem, semmit, és nem is akarunk, menjen perre Balázs. Ugye volt arról szó, hogy visszaszerzitek a Morning Show nevet. Hogy áll most itt a pere, vagy hogy áll a jelenleg ez a folyamat? Műsorkészítéssel voltunk elfoglalva az elmúlt néhány napban. A jogi ügyekről nem igazán volt időm tájékozódni, de valószínűleg folyamatban van, mert az ügyvéd úrnak állandóan külön van a telefon. Holnap akkor jövünk, szevasztok! Hello!